Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. A május 26-ai európai parlamenti képviselőválasztás reggel 6 órakor kezdődik, és este 7 óráig tart. Ez idő alatt a szavazatszámláló bizottságokba delegált tagoknak a felelőssége, hogy aznap minden a jogszabályoknak megfelelően történjen. Összesen 129 fő van, akiket a jelölő szervezetek jelöltek a bizottsági munkába. Róluk azt kell tudni, hogy az ő megbízatásuk ennek a választásnak a napjára, tehát május 26-ára terjed ki. A jelölő szervezetek delegálják őket, de egyéb iránt jogaik és kötelezettségeik azonosak a bizottság többi tagjával. Az eskütétel után egy tájékoztató jellegű oktatáson is részt vettek a delegáltak, amely tartalmazta a szavazókra vonatkozó szabályokat is. A határidők tekintetében több változás is lesz idén. Felhívom rá a figyelmet, hogy 22-ig, tehát szerda 4 óráig lehet átjelentkezni. Nagyon fontos, mert ez péntek volt eddig, tehát 2 nappal a választások előtt járt le, most így 4 nappal előtt ez le fog járni, és 22 és 24-e között már csak visszavonni lehet az átjelentkezési kérelmet, illetve módosítani. Ezt megtehetik a szavazók a választás.hu internetes felületen, vagy személyesen a helyi választási irodában. További fontos változás, hogy mozgóurna iránti kérelmet vasárnap délig lehet benyújtani. A lakosok egy szavazólapot kapnak, amelyen 9 országos lista közül tudnak választani.